mostani témánk pedig az lenne, hogy az egyház a történelemben, nem egyház történelem, egyház a történelemben, mert logikusan a történelem maga nagyobb, mint a katolikus anyaszent egyház, csak 2000 éves, de azért nem majd egy kicsit átgondolni, hogy valóban a történelem része, egyház például Jézus a történelemben adott időben megjelenve olyan hatással volt a világ alakulására, hogy az ő születésétől fogva számítjuk az időt. Tehát most 2020-ban, 2020. május 24-e, és ez azt jelenti, hogy Jézus 2020 évvel ezelőtt született. Minden, ami az előtt történt, az Krisztus előtt, minden, ami az után, Jézus születés után történt, Krisztus után. Tehát innen már látjuk, hogy Jézus milyen hatással van a mi világunkra is, hozzá kéve számoljuk az időt. Kis tévedés ugye van benne, de kicsire már nem adunk, kvázi lényegtelen, de igen, Jézus történelmi ténye, honnan tudjuk, hogy Jézus valóban létező történelmi személy? Azért, mert rámondjuk, hogy létezett, nem biztos, hogy valóban létezett, ugye? Rámondani rá lehet Tóth Jankóra is, hogy Mucsai Röcsögen élt egy Tóth Jankó, de édes ember volt, hát na jó, de azért Tóth Jankó nem egy úr Jézus Krisztus. Neki nyoma van a történelemben, például a ókeresztény korban, tehát Jézus születése utáni első néhány évszázadban a római birodalomban keresztény üldözések törtek ki. Nem akár kiket üldöztek, keresztényeket, krisztusiakat üldöztek, akik Krisztust követték, tehát innen következtethető, hogy van egy Krisztus. Vagy éppenséggel rengeteg csoda, ami az egyházban történik, csodás gyógyulások, csodás oltári szentség csodák, vagy éppen a szentekhez kötető csodák jelzik, hogy valakinek lennie kell ezek mögött, a csodák mögött, nincs egy olyan hatalom, és lennie kell egy olyan hatalomnak, ami 2000 éven keresztül képes újra és újra csodákat létrehozni az anyaszent egyházban, nincs még egy ilyen földi hatalom, ami erre képes lenne, tehát valakinek léteznie kellett, valóban ennek a Jézus nevű tanítónak meg kellett születnie Betlehemben, élnie kellett, tanítania kellett, valóban ami a Szentírásban le van írva, az valóban igazságot kell, hogy tartalmazzon, és valóban Jézus valóban meghalt és megölték, Poncius Pilátus valóban létező történelmi személy, ugye szerepel a passió, és a krédóban, a hitvallásban, erre mondják, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba, Pilátus akar bekerülni? Nem. Benne van? Igen. Örül neki? Hát nem biztos, ugye meghalt Poncius Pilátus alatt, de a lényeg az, hogy Pilátus egy létező történelmi személyiség, vagy ahogy Augustus császárkinek rendeletére elrendelték a népszámlálás, amiért József Betlehembe kellett menjen. Augustus 5 ilyen népszámlálást tartott. Valószínű, hogy a harmadik volt a Jézuséi, az akkori népszámlálás, tehát ő ezzel volt meg buherálva Augustus császár. Tehát Jézusnak a történelmi léte innen már látható, például Jeruzsálem valóban létezik, Betlehem valóban létező település, tehát innen látható Jézusnak a történetisége, hogy valóban létező történelmi személy az Anyaszentegyház a történelemben. Ugye Jézus a tanítását átadja, de ő maga nem marad itt. Nem mondja azt, hogy én leszek az örök pápa, nem marad itt az emberek között. Mondja, hogy Péter megtagadtál, Júdás elárult, Tamás nem hitt, én itt maradok. Nem maradt itt, ment föl a mennybe. A tanítványai itt maradtak, és ők hirdették tovább Jézusnak az igazságait. Már ott akkor a apostolok cselekedeteit, ha kinyitjuk, átolvasgatjuk, átemlékedjük egy kicsit, akkor látjuk, hogy már ott akkor Jeruzsálemben kitör egy keresztény üldözés. Akkor is zsidóság keményen szembe megy Jézusnak a tanításával, elítélik Jézus tanítását. Így mondják Péternek, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Pedig Pilátus előtt még ők maguk mondják, hogy az ő vére rajtunk és gyermekeinken. De az anyaszentegyház ettől nem dől össze, ettől nem készül ki, és később a történelemben haladva az akkori eseményekkel, az akkori birodalmi központban, Rómában lesz nagyon jelentős a keresztény gyülekezet. Krisztus után 64-ben Néró császár elrendeli a Rómában élő keresztényeknek a kivégzését, hiszen ekkor történik a Rómának a felgyújtása. Néró, aki egy őrült császár volt, Jézus születése után 64-ben Rómát felgyújtatja, mert arra volt kíváncsi, hogy vajon Róma úgy lángol-e, mint Trója lángolt anno, az akkor híres Iliász, vagy Orosszeja, vagy valamelyikben szerepelt, hogy akkor ilyen könyveket vagy írásokat olvasgattak, és a Néró ezt felgyújtatja, de ugye utána a köznép az fel van háborodva, hát azért csak leégett a házuk, meg ott megégett egy pár embert, és hát kelt egy bűnbak, és a keresztényeket nevezik meg bűnbaknak. A keresztényeket azzal a címmel ítélik el, hogy államellenség. Hiszen nem fogadják le a római császárt Istennek, ami a római birodalomban, ugye alap volt, hogy a római császár Isten, még ez a Bolond Néró is,
és éppen ezért, mint az állam ellenségei, halálra lehet őket ítélni. Az akkori keresztény üldözésének ez volt a jogi alapja. Ennek megvannak a maga nyomai, a római bíróságokon kötelező volt feljegyezni a védőknek, a tanúknak a szavait, és végül is annyi volt a bizonyítás, hogy odavittek egy istenség szobrot, és annyi volt a keresztényeknek a dolga, hogy belemarkoljon a tömjénbe, és oda szórja a szobor elé a parázsra. És ezt megtette, akkor elsétáltott, de a keresztények még ezt sem vállalták. Mondták, hogy az már áldozat egy pogány istenségnek is, mi egy élő istenben hiszünk, Úr Jézus Krisztusban, Szent Háromság egy istenben. Akkor még nem volt ennyire letisztázódva, de a lényeg az, hogy Jézusban hittek, nem a Marsban, meg a Jupiterben, meg a Junóban, meg ilyen baromságokban. És ugye utána ezért a keresztényeket kivégezték, és ennek is megvannak a történelmi nyomai, a vértanú akták, amik az akkori bírósági feljegyzések, és pont erről szólnak, hogy hogyan ítélték el a keresztényeket, milyen vádpontok alapján, több száz, több ezer ilyen vértanú akta maradt ránk, amiket ugye a vatikani levéltárban, meg a, ott a múzeumokban őriznek, és ugye vizsgálnak, és ezek alapján rengeteg vértanúnak a temetését, a sírját megtalálták. Az egyház ugye utána ez alatt az időszak alatt, ez a körülbelül első három évszázad, 305-ben van például a Diokleciánus féle keresztény őrzés, az utolsó legnagyobb. Több százezer keresztény lesz vértanú a római birodalom szerte, de mégis a kereszténység megmarad, a föld alá kényszerül, és a föld alatt szó szerint ilyen elrejtett helyeken jönnek össze imádkozni, meg az oltári szentséget viszik el a betegeknek, illetve igyekeznek megmaradni, és meg is maradnak. És 313-ban Nagy Konstantin császár az, aki a római birodalom államvallásának elfogadja a kereszténységet. Ettől függetlenül a kereszténység ugye fölkerül a föld felé, mondjuk így, hogy a föld felszínre már fel tud emelkedni, ettől függetlenül a római központiságot megtartja. 476-ban a római birodalom ketté oszlik, nyugat és kelet római birodalomra, a kelet római birodalom központja Bizánc lesz, a nyugat római pedig Róma. És ebben a pillanatban a politika is belefolyik már az egyháznak a terjedésében, ugyanis a Róma központú birodalom és a Bizánc központú birodalom közt ellentét alakul ki, anyagi, illetve politikai ellentét, és mind a két helyen jelentős keresztény gyülekezet az, aki él, és hát mondjuk így, hogy kiátkozzák egymást. 1054-ben van egy egyház szakadás, ugye addig elterik egy pár évszázad már a birodalom bukásától, megjelennek már a magyarok is, megjelenik a frank királyság, szépen sorba ott mennek a háborúskodások, országok tűnnek el, emelkednek fel, az egyház az marad. Az egyház az, aki a középkorban megőrzi az írásbeliséget, megőrzi és stabilizálja a liturgiát, központosítja, hogyan kell a liturgiát bemutatni, és hogy Bizáncnak ez nem tetszett, mert Bizáncnak megvolt a maga kultúrája, maga gondolkodása, és ott például a szenteknek az ábrázolása a nagy tisztelettel körvendett, és ugye ezeken is összekaptak a rómaiakkal, akik ezt máshogy látták, de legfőképpen a pápai fülségen, ugyanis a bizánciak politikailag függetlenedni akartak a Róma központú vezette nyugati európaiságtól, és igyekeztek a saját európaiságot kialakítani. Illetve, hoppá, is egy vadkocsa itt elrepült mellettem, illetve megjelennek a muszlimok. 600-as években Mohamed elkezdi hirdetni a saját kis gondolatait, és elkezdi összefogni az ott élő, sivatagban éldek élő arab törzseket, és ugye ennek van bibliai alapja, és ugye ott a Jákob történet az Ószövetségben, Jákob és az ő testvére Ézsau, hogy ugye Ézsautól ellopja Jákob az elsőbséget, és akkor ki a melyiknek a leszármazottja, és ugye az arabok magukat Ézsautól, a zsidók magukat Jákobtól származtatják. És ugye Ábrahám mind a kettőnek az ősatja. Egy istenben hisznek, de mégis ölik egymást. Hát ez már egy másik történet. Tehát Mohamed is megjelenik a színen, és ő pedig erőszakosan hirdeti a saját kis gondolatait, és az akkori ott élő törzseket, arab törzseket összefogva egyre inkább terjed. Ugye ez már az ezres évek környékén járunk, megjelennek a magyarok, Szent István király, illetve megtörténik az egyházszakadás 1054-ben, amikor is a kelet és a nyugat római egyház kiátkozza kölcsönösen egymást, ugyanis a bizánci vezetésű, így mondják, hogy ortodox egyház fizikálisan közelebb van a Szentföldhöz, viszont a római egyház az, ami magát konkrétan Péterre vissza tudja vezetni. Péter ugye Rómában hal meg, Rómában ő lesz az első pápa, és lényeg a lényeg, hogy nem csak
politikailag, nem csak anyagilag, hanem teológiailag, és a kettő egymástól külön válik, és a bizánci pátriárka és a római pápa kölcsönösen a pokorra küldi a másikat. Hát, mondjuk ezt most így. És imígyen kialakul az ortodoxia. Magyarország pont a fél vonalon van, és Magyarországon ugye István is, ha visszaemlékszünk a István a király rokoperára, akkor Géza is már úgy gondolkodott, hogy egyik fiát Róma keresztelje, meg a másik fiát Bizánc keresztelje, meg a félúton vagyunk, valamelyik csak nyert. Ugye ők már tudták, hogy mennek itt a nagy adókapokok, a háborús korások, meg az kis ürközetek. És a lényeg, hogy a végén István nyert, illető mi katolikus keresztények. Az ortodoxia inkább a keleti területeken terjed, a mai Oroszországnak a területén, illetve az akkori közel-keleten, és a katolikus egyház történetét, hogyha nézzük, akkor ott folytatódik, hogy épülnek a templomok, a római és román stílusú templomok, amik lényegében ilyen kőből készült, nagyon stabil, masszív templomok, és arról szóltak, hogy próbálj meg túlélni a parasztság benne, amikor jönnek a hódítók, meg a különböző rablok, legyen hova elmenekülni, és ezek a templomok mind kis védvonalak funkcionálnak, kis várak funkcionálnak. Igazából az átlag embernek az életkora az 40-50 év, ugye nincsenek még olyan egészségügyi ellátások, és aki ennél tovább bírja, az már öregnek számít. És a katolikus egyház az, aki ezeknek az átlag embereknek igyekszik valami olyan alternatívát nyújtani, a hit terén, ami megtartja őt. A középkor, vagy a sötét középkor, inkább így mondjuk a sötét középkor, megvannak a maga pozitívumai és negatívumai, de az egyház az igyekezett fenntartani az írásbeliséget, a műveltséget, továbbadni a lehetőségeket, ugye básolják a könyveket, oda láncolják a kódexeket, a könyveket a polcokhoz, hogy ne vigyék el a rablók, meg mindenféle hódítók, és a szentírást másolgatják, énekiség kialakul az egyházban, a Gregorián dallam, a nagyon sok himnusz, ekkor lesz megírva, ami könyvek vannak megírva, azok ugye óriási értékek, mert nem nagyon van könnyű nyomtatásot, még nem tartanak, inkább kézzel másolják a könyveket, ezért sok hiba is belecsúszik a könyvekbe, hát ugye, ahol az ember hibázhat, ott hibázik is. Kialakulnak a szerzetes rendek, kialakulnak már a közmódosított egyházmegyék, püspököknek a rendje, a pápa vezetésével. A pápák néha hadvezéresdit játszanak, néha inkább pápásdit játszanak, mikor melyik kerül fel. Tudomásul kell benne, hogy a politika hatása van a pápáságra is, az egyháznak a rendjére, történelmére, de ettől függetlenül az egyház tudott megmaradni függetlennek és szabadnak, és rengeteg olyan dolog az anyaszent egyháznak köszönhető, ami valószínűleg elveszett volna az évszázadok során a sok háborús korásban, küzdelemben. Az anyaszent egyház mégis megőrizte az ő kis templomaiban, az ő kis ilyen helyein, Rómában, meg a különböző kincstárakban. Igen, hát ugye már a zsinatokban letisztázódnak szépen az egyháznak a rendje, a tanítása, a Szent Háromságról, különböző hittételek, a hitvallásban gyönyörűen össze van foglalva, 1600 éves a hitvallásunk, össze van foglalva mi az, amit mi hiszünk, mi az, amit mi vallunk, és mi az, ami bennünket el tud vezetni a mennyek országába, miért mondjuk magunkra, hogy mi katolikusok, egyetemesek vagyunk. A katolikus szó ugye azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát, hogy bárki a tagja lehet, hogyha elfogadja Jézus Krisztus megváltójának és az anyaszent egyházak vezetőjének, római pápai fősége. Na például az ortodoxia ezt már nem fogadja el, a pápai főséget. Ugye a hitvallást elfogadja, Jézust elfogadja, de a pápai főséget már nem, azt már nem, azt közöli szépen, azt már kiadja az életéből. Ugyanez a reformációra is igaz, 1500-as évek jön a reformáció. Luther Márton, aki nem akart új egyházat alapítani, reformálni akarta a régit, a katolikus egyházat. Ő maga is Ágostonon szerzetes volt, és arra gondolt, hogy hát majd, hogyha megkeresi a nagy közönséget, a híveket, akkor majd a hívek mellé állnak, és akkor Róma is mellé áll egy idő után, de inkább már úgy belefolyt a politika, nagyon sok minden történt. Most nem fogok minden részletre kitérni, aki akar, úgyis utána olvas, de lényeg, hogy Luther Márton ki lett átkozva a katolikus egyházból, nem vonta vissza tanait, ugye megigazulásról szóló tanait, illetve a szabad akaratról szóló tanait, mert ugye ő úgy gondolja, hogy a megigazulás az a hit által történik, az egyház pedig azt tanítja, hogy a tettek által, hit és tettek által történik. Luther Márton nem így gondolta, és ugye hát így kialakult, hogy a reformáció, már
Luther életében több része szakadt, és a reformáció eredményei ma a reformációnak az egyházai, baptisták, evangélisták, kálvinisták, reformátusok, különböző féle fajta felekezetek, és az egyház történelmének ez is része, ugye, ez is hozzátartozik az eseményekhez, de hát ugye a modern korban már az anyaszentegyház és a maga modern módján áll hozzá a dolgokhoz. A vatikáni zsinatban a régi liturgikus rendet átalakítja, megfordítja az oltárokat, igyekszik a híveket a népnyelven tanítva és hívva az evangéliumos könyvet, a szentírást is ugye átadni a híveknek, és imégyen a mai modern világunk már az egyházunk, hát mondjam úgy, hogy modern módon áll hozzá a dolgokhoz, és ugye amikor az egyház történelmét nézzük, akkor ezt is látni kell, hogy az egyház mindig igyekezett megmaradni azon az úton, ami a Krisztusi út, de haladni azon az úton, ami az egyház történelmének az útja. Nem mindig sikerült a legjobban, ezt kijelentjük, de attól függetlenül a mai világunkban úgy hiszem, hogy már nagyon hasznos és jó módszerekkel is tudja hívni az embereket, a lelkeket a mennyország felé. Mára egyelőre ennyi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!